Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban a legutóbbi SF frissítésről fogok beszélni. Hát gondolom mindenki tudja, hogy igazából mire is jó ez a frissítés, de nem biztos, hogy mindenki érti. Mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok. Először is ezt megvárjuk, ezt a 2 másodpercet. Oké. Ez jó lesz. És na, ugye megjelent ez az új kinézet, tehát ilyen kis körökbe rakták a főbb dolgokat, mint például a helyezés, a gyűjtőalbum, a páncél, hátas, meg az italok, illetve a homokóra. Azt nem tudom, hogy most hol van a meghívás, játékos meghívása. Na mindegy, végül is nekem már megvan a 12 meghívás, szóval ez engem nem nagyon érint, de érdekes, tehát hova rakták, ne, nem találom sehol. De mindegy. Szóval a lényeg, hogy nem csak itt változott meg ez a dolog, hanem a kedvenceknél is, illetve a toronyban a segítőknél. Igen. És nézzük is meg akkor, hogy ugyebár az eredményekről beszélek, tehát behoztak a játékba 50 úgymond eredményt, amit el lehet érni. Hát én már 23-at elértem, ebből azt hiszem 15-öt alap már meg is kaptam. És nézzük is meg, hogy mi mire, vagyis hát mihez mit kell csinálni. Csak előbb még itt írja, hogy bónusz tulajdonság plusz 115 mindenhez. Tehát valószínűleg, hogyha szerzünk egy ilyen eredményt, akkor kapunk plusz statokat is. Ezt csak azért mondtam így el, mert vannak sokan, akik nem értik, hogy egyáltalán mi az értelme az egész frissítésnek. Hát gondolom, akkor ez egy válasz lehet nekik, hogy lehet kapni plusz statokat. Na hát 18-as szint elérése, ezt gondolom nem kell megmagyarázni, eléggé egyértelmű. Na most itt van egy olyan dolog, hogy világjáró, minden hely meglátogatása egy nap alatt. Ezt viszont szerintem sokan összetévesztik azzal, hogy mondjuk fegyverbolt, varázsbolt, kovács, stb. Ide jár el, tehát ezekre a helyekre jár el, és azt hiszi, hogy meg fogja kapni. Hát ez nem így van, tehát ennek az eredménynek a lényege az, hogy ugye, mindegy, most megszakítom, ugye van egy, várjunk csak, 21 vagy 23 hely van itt az SF-en belül, tehát most moslékerdő például, rothadt föld, vagy soha már láb, tehát azt hiszem 21 vagy 23 ilyen hely van, és egy nap alatt mindet meg kéne találnotok, úgymond, tehát mindenhova el kell mennetek. Én ezt úgy oldottam meg, hogy egy kis Excel táblázatba felírtam a neveket, és akkor kipipáltam, ahol már voltam, és akkor így lett meg. Na, sárkánygriff, vagy griffsárkánynyereg, ugye ez azt jelenti, hogy az istállóba vennetek már a griffsárkányt, és akkor ennyi igazából. Hoppá, nem pörgettem még. Na, 1 millió fa ide vele. Akkor nézzük a következőt. 24 óra felszerelés nélkül. Hát gondolom ez azt akarja, hogy az összes felszerelést le kell szednetek, és egy napon keresztül így kell maradnotok. Oké. Ennyi a lényege szerintem. Győzd le a sorozatban 3-szor a hazárdőrt. Itt pedig, ugye szerintem ezt se kell nagyon mondani. Itt az a lényeg, hogy 3-szor egymás után kell nyernetek. Hát, sok sikert hozzá. Biztos egyszer sikerülni fog igazából. Nem lehetetlen, de nehéz. Nagy szerencse kell hozzá. 20-szor kell pörgetni egy nap a szerencsekeréken. Ezt is gondolom mindenki tudja. 1000 szerencse összegyűjtése. Ugye... ezeket a szerencséérmeket kell összegyűjteni, és 1000 darabot. Hát ezt ugye tévékkel lehet szerezni. Hát, ja, valamikor beadj a tévét, valamikor nem. Ez is szerencsé igazából. Bármire megesz az 1000, az azért elég sok idő. Találj 100 gombát a küldetéseken, itt pedig
küldetések alatt szerzett gombákat számítja be, tehát ez is ennyire egyszerű. 100 erődben a portyázás, az pedig, hogy 100 embert megtámadsz és nyersz ellene. Igazából elég egyszerű dolgok, tehát nem kell túl kombinálni. Valószínűleg a legtöbbetek érti ezeket a dolgokat, azt se értem, miért magyarázom itt el ezeket, de mindegy. 10 aréna harcot kell nyerni egy nap alatt, ez nekem azért nincs még kész, mert tusta vagyok. Na mindegy. 10 000 ilyen gyémántot kell felhalmozni, tehát annyinak kell lenni összesen. Azt elírtek, aztán elköltitek, tehát gyűjtsétek össze, aztán ja. Egy tárgy fejlesztése 10-szer, ezt is ugyebár a kovácsnál lehet, hogy egy tárgyat 10-szer fejlesztetek. Ahhoz viszont elég sok nyersanyag kell, tehát ez is sok idő. 100 dolog kibányászása, hát ugye itt most a kavicsokra gondol, illetve akinek még nincsenek meg a kazamata kulcsok, azoknak azt. Azt hiszem az árnyékvilág beli kulcsokat adja, és akkor ja. Legalább 90%-ban te egy gyűjtőalbum, hát az ugye nekem 97%-os, tehát ja. Játék egy éven át, egy éven regisztrált ebbe a játékba, akkor megkapod az eredményt. 7 egymást követő napon kell belépni, utána 30 napon, ez is gondolom világos. Az aktív részvétel egy cégben 10 napon át, ez valamiért nem jó, tehát mindig lenullázódik másnap, és hát bugos, tehát ki kell javítani majd a fejlesztőknek, és jó lesz. 5000 C-becsület elérése, hát ez a C-ben van ugye nekünk, itt most mennyi is van? 26 000, tehát bőven túlléptük. Egy milliárd arany adományozása, hát ezt én nem nagyon tudom megcsinálni, mert örökké tele van a C-kassza. 100-as szint, 200-as szint, 300-as szint, 400-as, 500-as szint elérése. Hát ez rengeteg idő lesz, az biztos. Drágakő minden felvett tárgyban, ez azt jelenti, hogy az összes tárgyat, ami rajtad van, azt be kell drágakövezni, és akkor kapod meg ezt az eredményt. Csupa fekete kővet tartalmazó tárgy viselése, az pedig, hogy minden tárgyban fekete kő van. Nekem ugye az volt az előbb, csak, vagyis hát nekem ez meg volt már, csak amikor volt a WC aurás videó, akkor kaptam ezt, és akkor ügyesség követ raktam bele. Csak epic tárgyak, ez is magáért beszél, tehát csak epic tárgy lehet rajtad. Nekem ez úgy lett meg, hogy Kunigundának volt egy epic páncélje, és azt addig föltettem magamra, és így meglett. Kis trükk. A kísérők, tehát Bertram, Kunigunda meg Markvártnak is csak eposzi, tehát epikus tárgynak kell lennie. Igazából mindenki full epic, kivéve Kunigunda, ez az egy tárgya nem full, vagy ez az egy tárgya nem epic, viszont meg tudom csinálni. Várjunk csak. Nézzük akkor annak, hogy mennyi bónuszt ad egy darab ilyen eredmény. Ugye most van 115, és akkor rakjuk fel. Oké, most elméletileg megvan, és most már 120 tulajdonságot ad mindenre, tehát 5-ösével emelkedik. Igazából ez egyszerű matek lett volna, tehát wow. Remélem, hogy ezt nem fogja látni a matek tanár, mert ez elég égés volt. Na mindegy. Jó van, jó, hagyjuk. Ez mintha meg se történt volna, maradjunk ennyibe. Na, meg is lehet, láthatjátok. Tökéletes. Na, hát itt elég sok minden megvan. Varázstükör teljesítése, megbűvölt tárgyak viselése, ezt ugye boszorkánynál lehet. Kedvenc fészek megtalálása. Ezt ugye gondolom azt akarja, hogy amikor megszerzed a kedvenceket, a peteket. A WC kulcs. Első ellenfél legyőzés az álmvilágba. 15 kedvencet és egy napon belül.
Hát ezt, tehát értitek, tehát 15-ször kell etetni a kedvenceket. Nem muszáj minden elemből hármat, tehát lehet úgy is, hogy az árnyékban megetetsz kettő petet mondjuk 6-szor, és akkor a maradék háromban meg 3-szor, tehát lehet bárhogyan etetni, a lényeg, hogy 15-ször kell egy nap. Ezt jól megmondtam. A 100. szintre fejlesztett kedvenc, ugye az egyik kedvenc egy 100. szintű, 5000 kedvenc becsület elérése, ez olyan, mint a cégnél, minden kedvenc megkeresése, hát ez nyilván még nincsen meg, gondolom senkinek, mert itt azért még vannak olyan dolgok, hogy születésnap, 14. kazamat megtisztítása, tehát vannak itt még nehéz dolgok. Gomba vásárlása gombaárusnál, hát nyilván már vettem gombát 1700 adományozhatóval. Ez az utolsó oldal, ugye? Ja. Torony teljes megtisztítása, ugye az nekem már megvan, 100-as toronyszint, ki is írtam, hogy mikor lett meg, 2016. december 15-én. Easteros kazamat a teljesítése, hát az sem most lesz meg nekem. Démon kapu, hát igen, tehát egyre nehezebb dolgok jönnek. Árnyékvilág, forgószél, tehát ezek, ez a négy, ez rohadt nehéz. Maximális szintre fejlesztett és teli hátizsák, ez azt jelenti, hogy ugye a maximálisra fejlesztett hátizsák az 20 helyet tartalmaz, tehát 5x4 az 20, és meg kell telnie konkrétan. Minden épület fejleszti, ja, 5000 erőt becsület, megint ez becsületes dolog. Minden épület 15-ös szintre fejlesztése, ez pedig ugye nyilván az erődre gondol, tehát minden épületnek 15-ösnek kell lennie. Ha nekem még van egy pár épület, ami nem 15-ös. 1, 2, igazából 3 épület nem van. Jó. Minden épület maximális szintre fejlesztése, hát ez sem most lesz meg, illetve az utolsó, az pedig az, hogy mind az előző 49 eredmény összegyűjtése. Tehát ez a legnehezebb. Jó, hát remélem, hogy azért tudtam segíteni, bár igazából nem volt olyan sok eredmény, ami magyarázatra szorult, de azért reménykedjünk, hogy tudtam segíteni, és nem fölöslegesen csináltam meg a videót. Igazából ennyi lenne ez az egész dolog. Tehát, ja. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, közben nyertünk. Egyébként most hajtok rá a 10 arénaharcra. 10 megnyert arénaharcra, szóval, ja, remélhetőleg meg is lesz ma. Na, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!